Gyerekkorában mindenki játszott ólom vagy műanyag katonákkal, de mi van, hogyha ez valóságá válik és igazi hűsök küzdenek meg a csatatéren? Sziasztok, én Soma vagyok, és a mai napon epikus küzdelmnek leszünk szemtanúi az Unmatched Legendák Ligája társasjáték segítségével. Tartsatok velem! Az Unmatched Legendák Ligája társasjáték 2019-es megjelenésű és egy évvel később el is érkezett Magyarországra RobDavio játéka, akinek nem kisebb címet köszönhetünk, mint a Pandemic Legacy társasjáték, ami a mai napig a második helyen tanyázik a Board Game Geek top listáján. Ez a játéka viszont egy párbaj játék lesz, a Star Wars Epic Duels társasjátékot dolgozta újra klasszikus mitológiai hősökkel, mint például Arthur király, Sinbad, Medusa vagy éppen Alice csodaországból. Velük fogunk megküzdeni, kártyakijátszásra fogjuk őket irányítani és egymást laposra verni. A játékot 9 éves kortól jószre tudjuk ajánlani, a mechanikája nem túl bonyolult, hogy megtanuljuk, és 30 percet töltünk majd az epikus csaták mellett. És nem is húzom tovább a szót, lássuk, hogy milyen hősök bújtak ebbe a dobozba. Jöjjön a dobozbontás! És így néz ki az Unmatched Legendák Ligája társasjáték doboz, hogyha megszabadultunk a dobozvédő fóliától. Gyönyörű képregény, az nagyon hasonlító grafikával, meglátjuk már egyből a 4 hősünket az alapdobozból, illetve a doboz hátulján már egy kis bepillantást is kaphatunk, hogy hogy néznek ki a miniénk, amik a dobozban lesznek majd, illetve a pálya, ami természetesen két oldalú lesz, úgyhogy két arénában küzdhetünk meg a hőseinkkel. Ha a doboz fedéltől megszabadulunk, akkor először rögtön egy játékszalra botlunk, ami vészlő vörösen részletezi a játék történetét, az egyes játékalkatrészeket, az előkészítést és a játékszabályokat. Aztán találunk egy ív kinyomkodóst, amik az egyes karakterekhez tartozó életerő mérőink lesznek, illetve azon karaktereknek, akiknek különleges képességei vannak, mint például Alice-nak jár egy külön jelölő is, hogy milyen formában van éppen. A kinyomkodósok után találunk egy játéktáblát, ami, mint már említettem, két oldalú, két arénában küzdhettek majd meg a hőseink. És aztán az inzertben találjuk az igazán érdekes alkatrészeket, mint például a minifigurákat. Először is Arthur király, aztán itt van Medusa, Alice is, ez a borzasztó hatalmas pengével, illetve Sinbad. Mindegyes hősnek van egy saját színjelző talpa is, ami levehető, és így akár könnyebben ki is lehet festeni, de egyébként a minifigurák egy úgynevezett vest kaptak, ami gyakorlatilag egy árnyékoló előfestés. Aztán, ha maradunk a műanyag játékelemeknél, találunk még a dobozban tokeneket, amik a hőseink társait vagy segédeit fogják jelképezni. Alice-nak például Gruffacsor, a Hordár Sinbad mellett, Arthur oldalán Merlinnel, illetve három hárpia Medusa oldalán. Az egyes elemek egyébként nagyon szépen az insert is jelzi, hogy hova pakoljuk, az egyes karaktereknek ott lesz mindegyiknek a szimbóluma. És a játék fő motorja és elemei 4 kártyacsomag, 4 hőshöz tartozóan, mindegyik hősnek saját egyedi képességekkel. Kezdjük például Alice-szal. Mindegyik paklin van egy kis segédcsík, amivel nagyon könnyen ki tudjuk bontani kártyáinkat. Minden karakter paklia, így Alice is, egy segédlet kártyával kezd, ami egyrészt észlezi a karakter egyedi képességeit, másrészt a társ képességeit, a túloldalon pedig egy apró kis ismertetőt találunk, hogy milyen sorrendben hajtjuk végre az akcióinkat. Ezután pedig az egyes karakterek akciókártyái következnek, mindegyik egyedi illusztrációval, de lesznek olyan képességek, amik minden karakternél megtalálhatóak, viszont lesznek egyediek is, mint például Alice-nak a kis italai, vagy Gruffacsor, aki ugye az ő saját társa. A kártyákat megbújt még pár műanyag alkatrész, ezeknek a segítségére tudjuk összeállítani az életerő tárcsáinkat. Ezeket az első játékotok előtt természetesen majd meg kell tennetek, de nagyon egyszerű lesz, nagyon óvatosan fogni kell nyilván az egymáshoz tartozó tárcsa két oldalát, az egyik elemet alulról, a másikat pedig fölülről összenyomni, és innentől kaptok egy forgó tárcsát, amin jelen esetben Arthur király életerejét mérhetitek majd. A játéknak ugyan nem szervesen, de része még egy fekete műanyag inzert is, amiben nagyon szépen kényelmesen visszaférnek már az alkatrészek, minden figurának, mindennek meg lesz a helye. Ezt, amit mondtam, szimbólumokkal is jelöl a játék, hogy mit hova érdemes pakolni.
Viszont most, hogy minden kikerült a dobozból, lássuk inkább, hogy hogy néznek ki az elmek játék közben. Miért azonban setupolnék, ne felejtsd el feliratkozni a csatornánkra, ha érdekelnek hasonló videók, illetve Facebookon és Instagramon is megtalálsz minket, ahol külön tartalmakat osztunk meg a játékainkról. És most, setup! És egy villámgyors setup után így néz ki az Unmatched Legendák Ligája társas játék az asztalon, hogyha kettő játékos számára készítettem elő, Arthur és Alice számolt most harcba, gyakorlatilag tényleg pillanatok alatt lehet előkészíteni játékot, csak kivesszük a megfelelő karakterek papírjait, jól megkeverjük, és mindenki fölhúz 5-5 lapot a kezébe, illetve a saját életerő tárcsáján beállítja a maximum életerőt, amit jelz is a játék. A bábúink a megjelölt mezők valamelyiken kezdhetnek majd, viszont a játékszabályokat most nem kezdeném érisztezni, mert ez nagyon hosszú videó lenne, hogyha szeretnétek egy hasonló videót, akkor ezt kommentben egy lájkkal jelenztek felénk. Az Unmatched társasjáték egy rettentesen részletgazdag világgal rendelkezik, gyönyörű szép színekkel dolgozik a játék, és nagyon szépek az illusztrációk is a kártyákon, amik egyébként kellemesen vastagok, de egy 63x88-as kártyavédőbe beleférnek, a figuráink is végtelenül részletgazdagok, és nagyon szépen ugye ez a vas már előre festve van nekünk, de ki is festheti bárki, aki szeretné, illetve a tokeneink is nagyon kényelmes fogásúak és gyönyörű szép illusztrációkkal kidolgozottak. A játékot 9 éves kortól tényleg jó szívet tudom ajánlani, főleg azoknak, akik ketten szeretnének asztalhoz ülni, de akár négyen is csatába vághattok majd. Ha tetszett a játék, akkor a reflexshop.hu oldalon bármikor megtaláljátok, illetve szaküzleteink polcán is érdemes keresni a dobozát. A következő videóig mindenkinek jó harcot és kellemes játékot kívánok. Én Soma voltam, sziasztok!